egy kampány zajlik, hogy ne tárgyiasítsuk a nőket. Nem tárgyasíthatjuk tovább a nőket, mert nem szexuális tárgyak semmilyen módon. És ezért megszüntetik a forma egybe a, a, grid lányokat, tehát akik ott a kocsik indulásánál felmutatják ezeket a számokat, hogy csinosan ugye felöltözve, meg a pompom, -pom. minden ilyet megszüntetnek. A fehérnemű cég, akinek a nevét nem akarom mondani, óriási sókat tartott, ugye divatbemutató sókat, te persze ugye erősen hiányos öltözetű, fehér neműbe öltözött lányokkal, akik a top modellen számítottak a szakmában és az egész világon, Ezeket mind megszüntetik, hadatüzennek. Nem lehet ilyet, mert még táncolni is lehet az énekesek mögött, mert tárgyasítják a nőket. Ugyanakkor, aki nem találkozott ezzel, az nem ezen a világon él. Minden amerikai film gála arról szól, hogy minden amerikai film sztár, nő átlátszó, minél átlátszóbb ruhába, vagy semmilyen ruhába, vagy, vagy kilógó mindenfélével, vagy teljesen anyaszült mesztelenül ment el a gálára, hogy az micsoda fantasztikus dolog, hogy a testét Kendőzetlenül oda kiteszi, ugye? Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, Bedő Imre vagyok, és ez itt a Férfiaklubja mentor csatornája. Olyasfajta támadás alatt állnak a lányaink, ami a szemünk láttára zajlik, és az iskolás lányok már annak, hogy milyen példaképek állnak előttük, és az az igazság, hogy egyre nagyobb arányban hódít a, a testét mutogató, épp csak, hogy nem áruba bocsántó, de mindenképpen a testére figyelmet felhívó lány attitűd. És hogy ez hogyan csavarja be a lányokat. Azért vagyok erre különösen érzékeny, mert az én lányom is, ugye, 14 éves, egy olyan iskolába jár, ahol ettől valamelyest jobban meg vannak óva, mint más iskolákban, de a környezetem összes gyereke ugye nagyjából hasonló iskoláskorú, és látszik, hogy egyre nagyobb arányban a példaképeik az lányoknak a 12-3 éves kortól kezdve már a kisminkelt, félig meddig levetközött, vagy még annál is jobban levetközött, minden testrésze kilógós, és a testrészeikre a legfülönbözőbb jelzőberendezésekkel, festékekkel, tetkókkal, ragasztókkal, bármivel figyelmet felhívó divat lett. Ez lett, ez lett a, a többség ma már. Ez, amit észre kell vennünk nekünk, mindenkinek, aki ennek részese. És most a fiataloknak is mondom, akik benne vannak, akik ezen túl vannak, hogy hogyan fogják ezt megoldani. A szülőknek is mondom, a nagyszülőknek, és különösen mondom a tanároknak, és az iskoláknak, hogy nekünk egy óriási szövetséget kellene kötni a lányaink érdekében. Ugye ezt úgy hívják ma, nagyon divatosan, ugye régebben kurváknak hívták őket, és azt mondták, hogy jaj, persze, mert ő, senki sem akar olyan kurva lenni, mint a gizike Ugye, de ezt ma már nem illik mondani, és ez sokkal szebben van a pick-me girl, ugye a pick-me, fel, fel, lányoknak a divatja jött el. És az a nagy probléma, hogy ameddig régen kevesen voltak, akik ilyen lányok voltak, mindig voltak. Tehát én is emlékszek, ami időnkben, mondjuk az évfolyamban volt egy-két-három ilyen lány, aki mindenki babája volt. Az összes többi lány is tudta, hogy ha azon az úton indul el, az egy nagyon problémás út lesz, és tudta kitől elhatárolódni. De ma olyan mértékig vál divattá, hogy ez lett a meghatározó divat, és attól félnek, akik nem követik ezt, hogy ők lemaradnak. És túl korán mennek bele abba, sőt, nem is tudom, hogy valaha is bele kellene menni abba, de minden esetre 12-13 éves kortól a testedre, folyamatosan a testedre hívni föl a figyelmet, a testedre irányítani mások figyelmét. A testedet rakni ki valahová, a testről gondolkodni, a testedet ugye kivinni mások elé, az nagyon-nagyon-nagyon káros. Nagyon hosszú idő éretlenül kezdik el ezt ráadásul csinálni. Lehet, hogy a 18 éves korig ezt nem csinálnak, vagy 20 éves korig, akkor utána már nem kezdenék el. És hogy hogy jutunk ide? Tehát ezt sugalják nekik a, a, filmek. Tényleg ezt sugalják, és az összes olyan média termék, amelyik a tiniknek szól, azt sugalja, hogy a szex az ma már olyasmi, mint a, mint tudom, a reggelizés, vagy a vacsorázás, vagy teljesen ilyen, ilyen, magától értetődő, különösebb érzelmi dolog se kell hozzá. Ahhoz viszont a jó testű, a jó testű emberekkel, hogy találkozzanak. Tehát ez, ez egy ilyen nagyon-nagyon le van egyszerűsítve az ő számukra, és ezért azt meg kell mutatni. Ugye, de ugyanezt sugalják a, a, mondjuk a TikTok sztárok, akik a testüket mutogatják. Most gondoljunk bele, hogy a táncok, ugye a TikTok táncok javarésze, nehogy azt higgyük, hogy, hogy arról szól, hogy hogy mozognak, és mi a pontos. Mindenki a testeket nézi. És hogy, hogy nem, egy nagyon jó testű lány, akármilyen TikTok táncot csinálhat, ha nem csinál semmit, csak mutogatja magát, akkor is nagyon sok követője lesz. Nem is értem, hogy miért, de hogyha hozzávezzük azt, hogy most már azért biztosan, aki kutat, keres, nézeget, a szörfözget ugye az interneten, azt találkozik olyan zongoristákkal például, ahol egy szuper bombázó csaj, ultra tehetséges zongora művész, fantasztikus sopán darabot játszik, vagy mint tudom én Bach, persze csipkés melltartóba, szerintük mindenki a zenére figyel, ugye? A számokat viszont ez produkálja. Tehát, hogy, és innen kezdődik a, a, a gyermekeinknek a minta, a, a, és a mintaiknak a megrontása. És nézzük meg, hogy a, a testüket, a testükből élő influencereink, nekünk is van Magyarországon jó néhány ilyen, ők viszont általában nyaralós képeket tesznek föl, medence partján vannak, a világ túlsó végén vannak, arany életet élnek, és azt a fajta tévképzetet keltik a gyermekeinkben, hogy, hogy ők nem is a testükből élnek, hanem ők csak szerelmesek, meg van nekik egy barátjuk, és valahogy ameddig ezek az emberek még fiatalok, addig nem illik arról beszélni, hogy micsoda gusztustalanságokat kell tegyenek nem pornósztárokkal egyébként férfi oldalon, hanem mondjuk pohos, gusztustalan emberekkel, mi mindent kell nekik végigcsinálni azért, hogy a medence szélén feszengjenek, és mutogassák magukat. Viszont ez egy óriási csapda, mert mindezt nem tudván nem is illik erről beszélni, ugye, mert hát mindenki, ugye, patyolattiszta influencer közben a gyermekeinknek a fejébe kialakul ez, hogy hát ez, ez egy könnyű világ. Nem könnyű. Nagyon-nagyon-nagyon sok gusztustalan dolgot kell csinálni ahhoz, hogy ez meglegyen. Plusz mi lesz, hogyha a tested megöregszik, ugye? De hogy, hogy, nem nagyon érdekes, hogy ma, aki nagyon patyolattiszta influencer, csak jól néz ki és a szerelem rátalált, Öreg korába meg fogja írni a visszaemlékezéseit, ami hogyhogy hogy nem azért megy olyan jól, mert pornográf jellegű tartalmai vannak, hogy mi minden történt, amikor fiatal voltam. De most fiatalok vannak, most kéne róluk beszélni, hogy mi minden történik velük, akár illik, akár nem, hogy lássák a gyermekeink, hogy nem ezekhez kell felzárkózni. Értjük azt? Tehát nem ezekhez kell felzárkózni, és nagyon-nagyon fontos még egyszer az arányok eltolódása, hogy olyan sokan kezdtek el ebbe az irányba elmenni, hogy kevesebben kezdtek lenni azok a lányok, akik kimernek ebből maradni. Akik, akik felvállalják azt, hogy ők nem haspólóba járnak, nem újatlanba, akik nem pici tetkóval fölhívják a bokájukra, nem tudom mire a figyelmet, 12-3 éves koruk óta, hanem, hanem ők kimaradnak ebből, írtozatos nagy erő kell ahhoz, hogy ő ebből kimerjen maradni, mert azok, akik ezt csinálják, azok ráadásul megkapják a külső média támogatást is, hogy ezt mind-mind jól csinálják, megkapják az önbizalmat is ehhez, és gondoskodnak arról, hogy mindenkinek az óra alá dörgőjék, akik az ő nagyon alacsony szintű divatjuknak nem felel meg, vagy a, vagy a követelményrendszerüknek. És itt ugye fölmerül az, hogy tényleg hol vannak a lányos apák? Én most megkérdezem őket, és nézzük meg mi mindannyian. Hol vannak? Hogy az anyák nem látják, hogy hogy indulnak el, és értem azt, hogy ők elindulnak máshogy hogy most átöltöznek meg így, meg úgy, de akkor a tanárnak a kezébe fog kerülni. Hol van itt -e az összefogás? Inkább azt látom, hogy mindenki szerelmes, ugyanúgy megettük ezt a dolgot, egész nemzedék, mindenki a testet figyeli, a testnek él milyen szép, a szép testű lányaikba szerelmes apukák és anyukák nyugodtan engedik, hogy mások is gyönyörködhessenek a szép testű. Annyira magától értetődővé vált, hogy nem tűnik fel. Mert azt hiszik, hogy ez a normális. Én látom azokat a, azokat a rajongásik, hogy az anyukák hogy beszélik rá az én ismerősi körömben. Hogyan beszélik rá ilyen csiné, mutogatós ruhadarabokra a lányaikat, akik nem is annyira akarják, de mégis az anyák, hogy megélik azt, hogy ők már öregednek, és akkor a lányuk had legyen ilyen, olyan, ugye? És nem, nem látják ennek a háttér problematikáját, amit ezzel okoznak minden más lánynak is, a sajátjukat beleértve, és az egész nemzedéknek, ugye? És át, át átnézünk ezen a szexuális szabadosságon, Mindenki tudja, nagyjából akinek 10 éves gyerekei vannak, hogy mi minden történik ezeken a házi bulikon, és mégis el vannak engedve 14-15 éves gyerekek, az én nem engedem el az én lányomat. Aztán majd szépen lassan, mielőtt megint, de tudom, hogy jönnek a kommentek, hogy mert én vaskalapos, meg így, meg vissza fog ütni. Hol üt vissza? Ez olyan, mint a, mint a kütyüzés, ugye, hogy, hogy ha nem adod oda, akkor nincsen. Nem tudsz század, száz százaléknál jobban visszaütni, ha odadod neki korlátozásmentesen, akkor elhalálozott. Na most, ha később adod, akkor később halálozik el. Ezért én odadom, de korlátozással, egy órás korlátozással, meg minden, sokkal jobb, mint az, hogy odadom neki, mert később visszajut. Tehát az, hogy totál megszünteti ebben a világban létezni, és abszolút elmerül ebben, annál jobban nem tud visszaütni akkor se, hogyha később kerül. Ugye? Tehát a száz jobban nem tudna. Ugyanilyen ez az egész szexuális dolog, amiben nekünk kellene irésen lenni. És nem csak, hogy nem kéne bátorítani és, és adni a lájuk a lovat, hanem valójában sokszor azért is van ez így, mert már nem törődnek vele. Az a tapasztalatom, és megint szeretném fölhívni erre is a figyelmet, hogy 12-3 éves korukra a környezetemben látom rengeteg emberen elfáradnak a szülők. És 12-3 éves korukban így elengedik. Hadd menjen. Hát már 12-3 éves. Pedig ott kéne igazán fogni, és fogni, 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 fogni és lassan 16-17-18 évesen engedit addig mindig csak engedi, de végig fogni. 12-3 éves korban látom ezt a fáradtságot, amikor azt mondják, hogy jaj, már elég nagy méretében, és nagyon-nagyon felkészületlen módon engedik el. Én ja, menjen bulizni, menjen ide, menjen oda, a viseljen, amit akar, hadd mutassa meg. És ott beszélek egy kicsit a fiúkról, mert ott vannak, látom a, a, a jól kinéző fiúk szülei a jól kinéző fiúk szülei, anyukák mindenképpen, ők is szerelmesek a fiaikba. Ránéznek és látják, és azt látják a fiaikba, hogy ezek mekkora hódítók. Most egy olyan közösségbe, vagy nem tudom, közösségnek nevezhető, egy mondjuk osztályba, vagy, 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 egy ilyen gyermekközösségben, ahol a lányoknak mondjuk a fele bármikor odaadja magát, mert olyan, mint a szex, mint a vacsora, vagy mint a reggeli, Sőt, versengenek a fiúkért, mert hogyha egy fiú, egy jól kinéző fiú, ugye csak a jól kinéző fiúk, mert akik nem néznek annyira jól ki, azok egyáltalán nem jutnak lányokhoz, a többiek viszont folyamatosan dúskálnak ezekbe a nőkbe, hogyha nem fekszik le vele a lány, akkor, ő, akkor lefekszik valaki másik. Akkor a verseny van a lányok részéről a fiúkért, hogy a fiúk mindig tudnak választani egy olyat, aki nem akarja, aki nem futtatja őket. Az a lány, aki azt mondja, hogy te egy próbára teszlek, lám, engem akarsz, -e, az mindig, mindig lemarad, mert lesz egy lány, aki nem tesz próbára, hanem azonnal szétteszi. Nagyon bonyolult, azért beszélek erről, külön elnézést is kérek azért, hogy így fel vagyok egy kicsit paprikázódva, azért, mert lényegében ezt a nemzedéket látom, hogy hogyan esik szét. És visszatérve a fiúkra, olyan körülmények között, ahol a nők, ezek a lányok garmadával ajánlják fel magukat nekik, a jól kinéző, atlétikus fiúknak. Ott nem hódítók, ne, ne legyünk szerelmesek ezekbe a fiúkba. hogy ők Az a hódítás, ahol, ahol bizony, bizony próbára teszi őt egy lány, és kiállja azokat a próbákat, és úgy elkezdenek együtt járni, és komolyan véve csinálnak valamit, az igen lenne. De az, hogy ingyen, ingyen hullanak az ölébe a lányok, meg fognak tőle csömörleni a fiúk. Hány és hány ilyen fiú van 18 éves korára, azt mondja, hogy undorodik ettől az egésztől, hogy minden lány ott van, minden lány egy, És akkor, hogyha meg, hogyha meg igazán belemegy a sok szexbe, akkor meg olyan páncélt kell növeszteni, erről csináltam egy videót kettővel ezelőtt, azt is érdemes megnézni, ami az egész életére negatívan hat ki. Tehát értjük, hogy mielőtt szerelmesek leszünk azokba a fiúkba, akik ó, fantasztikus, az én gyerekem, milyen, akkor a nőcsábász nem nőcsábász, hanem ezek az ingyencsajok le fogják rombolni a gyermekünknek, a fiunknak a család képességét, a kapcsolódás képességét, az elköteleződési képességét porig fogják rombolni, és rettentő sokat fog, ugye rettentő problémákkal fog küzdeni majd 20-30-40 éves korában is, ebből kifolyólag. És mindez a lányokból, a női mércéből indul ki. Mert ez lett a nőiesség mércéje. Most gondoljunk bele, nők és férfiak, Hová tűnt a női méltóság, mint olyan? Az a durva, hogy egyszerre van jelen a világban két, két ellentétes dolog. Egy kampány zajlik, hogy ne tárgyiasítsuk a nőket. Nem tárgyasíthatjuk tovább a nőket, mert nem szexuális tárgyak semmilyen módon. És ezért megszüntetik a forma egybe a, a, grid lányokat, tehát akik ott a kocsik indulásánál fölmutatják ezeket a számokat, hogy csinosan ugye felöltözve, meg a pompom, -pom. minden ilyet megszüntetnek. A fehérnemű cég, akinek a nevét nem akarom mondani, óriási sókat tartott, ugye divatbemutató sókat, te persze ugye erősen hiányos öltözetű, fehér neműbe öltözött lányokkal, akik a top modellen számítottak a szakmában és az egész világon, Ezeket mind megszüntetik, hadat üzennek. Nem lehet ilyet, mert még táncolni is lehet az énekesek mögött, mert tárgyasítják a nőket. Ugyanakkor, aki nem találkozott ezzel, az nem ezen a világon él. Minden amerikai film gála arról szól, hogy minden amerikai film sztár, nő átlátszó, minél átlátszóbb ruhába, vagy semmilyen ruhába, vagy, vagy kilógó mindenfélével, vagy teljesen anyaszült mesztelenül ment el a gálára, hogy az micsoda fantasztikus dolog hogy a testét kendőzetlenül oda kiteszi, ugye? Most nem akarok abba belemenni, hogy ez még milyen ö, féle más hatása jön, egy külön videót fogok arról készíteni, hogy most ez kinek mehet, ugye? Tehát nyilvánvalóan nem a férfiaknak, mert a férfi nem nézhet oda. Ez, hogy a szexualitásra milyen hatással van, az egy külön műsorszám, ugye? A nő kiteszi az utcán, Anyaszült mesztelenül mehet a piros lámpánál át, de a férfi, ha oda néz, akkor az már zaklatás, illetve hozzá kell szokni az anyaszült mesztelen testek látványához férfiként. Pont. De ha nem a férfiaknak szól, a többi nőnek, hogy irigykedjenek, ez azért elég alontos lenne, ugye? És nagyon érdekes, a legrosszabb hatással a gyermekeinkre van, akik azt hiszik, mivel nem beszéljük meg, nincs erről soha szó, hogy ez, ez, ez nem helyes ők ezt nézve, azt gondolják, hogy a világ leghíresebb emberei nem potyára viselkednek így. És gondoljunk bele, ezek a híres nem megáltalkodottságból rontják meg a mi gyerekeink mintáját, hanem egyszerűen eszközei, ők csak utánoznak másokat, valahol ezt elkezdik, és ők azt utánozzák, utána mindenki róluk beszél, mindenhol elterjed a fényképük, tehát számokat produkálnak a médiában, pontosan azért, mert ő anyaszült mesztelnő ment el a gálára, vagy éppen egy, egy áttetsző valamiben, semmit nem takar, és azért, hogy ő ezeket a számokat produkálja a teste által, azáltal nyilvánvalóan, még egyszer mondom, nem a férfiaknak, nem a szponzoroknak jó, de pénzt keresnek, de a pénzkeresés mellékhatásaként a gyermekeink mintát lerombolja, ha nem beszélünk arról, hogy ez így nincsen rendben. Tehát erre hívok én fel minden egyes szülőt. És ugye a gyerekeink két helyen vannak, vagy otthon vannak, Nyilván az út, az iskolai vezető út az nem egy olyan hosszú út, vagy az iskolában vannak. Tehát óriási összefogás kell a iskola és a szülői nemzedék között abban, hogy ezt valamilyen módon ismét méltó helyre tudjuk emelni a nőt, a nőiességet, a férfit, a férfiasságot együtt nem sodródva tovább, mert nem rossz indulatból tesszük, hanem egyszerűen azt hittük, hogy ez így van. És ilyen szépen lassan sodródunk egy rossz irányba. És most térjünk át egy kicsit az iskolára, mert ugye az iskolába töltik a legtöbb időt, ahol mindez látszik. Nem igaz, hogy az iskolai vezetés ezt nem látja. Minden iskolában van egy iskolai rend, ahol le van írva, hogy hogyan kellene megjelenni, mit lehet viselni, mit nem lehet viselni. De ma már ezt senki nem tartatja be, mert félnek azoktól a hangos, nem túl okos szülőktől, akik kikérik maguknak, hogy az ő gyerekeik legalább úgy nézzenek ki, mint ők. Tehát ezek nagyjából pariba is szoktak lenni, akinek nem ne vegye magára. Ők mindig a leghangosabbak. De hát mi egy társadalmat építünk, mi egy közösséget építünk, mi egy kultúrát építünk. Mindannyian együtt kell meneteljünk. Akkor most ezekhez zárkózzunk le? nem lehetne azoknak szövetséget kötni, akik úgy gondolják, hogy a boldogulás útja nem a testünk folyamatos közszemlélet és árulása, és nem a testünkre való figyelemfelhívás, felhívás, és nem a testünkön keresztüli közlekedés a világban, hanem az emberi kapcsolataink építésén keresztül kellene közlekednünk a világban? Hogy a szülők és a tanárok és az iskola vezetése abban kössön szövetséget, hogy ha van egy rend, ami a viseletet illeti, ami a viselkedést illeti, vagy a, akár a telefonhasználatot illeti, akkor azt a mindannyiunk érdekébe tartsák be. És aki oda viszi a gyerekét, az tudja, hogy mi az iskolai rend, és annak tudatába viszi oda, és akkor nyugodtan mondhatják azt, hogy ne haragudjon maga itt alá, a viszont látása. Hol vannak ezek a tanárok? Hol vannak ezek az iskolai igazgatók, akiknek őreinek kéne lennie? Mindenki elengedte? A szülő elengedi, hogy ő nem tud mit tenni, mert a nemzedéki hatás? A tanár elengedi, ő nem tud mit tenni, mert a szülő? Ő nem tud mit tenni, mert a törvények neki nem engedik? Senki nem tud mit tenni? Hát akkor ki fog tudni? A gyermekeink meg egyszerűen az influencereket utánozzák. Abban se tudunk tenni semmit, ugye nyilvánvalóan, hogy ne nézzék ezeket, mert hát hogy tud ne akadályozni, mert mindenhonnan ők folynak, Azért folynak ők, mert le vannak vetkőzve, és azért fog, azért nézik őket, nem azért, mert szépen táncol, meg nem azért, hanem azért, mert a test. És ezt tesszük a gyerekeinkkel. Ébredjünk fel, ezt szeretném kérni, vagy nem tudom javasolni, én a magam módján és a magam családjában teszem ezt. A lehető legtöbbször, lehető részletesebben beszélek erről, tudom, hogy nagyon nehéz erről beszélni. Tudom, hogy soha nem kellett ezt ilyen, hiszen az a fajta negatív példa, amit az az egy-egy lány jelentett minden év folyamban, volt egy-egy olyan, azt mindenki tudta, hogy ő, na, ő olyan nem akarok lenni, mint ő. De ma már, ugye, arányaiban sokkal többen vannak. Éppen ezért ma már nem elég az, az egyre rámutatni, hanem azt kell mondani, hogy ne menj a többséggel, vagy le kell mi magunk csökkentsük, hogy a mi gyerekünk ne a többséget növelje. Akármilyen vágya van neki arra, hogy ő is megmutassa, hogy ő milyen csinos, várjon vele 20 éves, 18 éves koráig, aztán majd, ha akkor is akarja, Isten vele. De ne 12-3 éves korba kezdjük el ezt megengedni, mert elfáradtunk szülőként. Tartsunk ki még egy kicsit. És tudom, ugye, hogy. hogy a, a szexualitás lett most ma a gyermekeknek, a, a meg, nem is tudom, az identitás képzésüknek a középpontjába. És hogy a nemzetközi, nemzetközi um, mozgalom zajlik a gyermekek minél korábban való szexualizálására, ezt így is hívják, a korai szexualizálás, mint a nyugati társadalom egyik fő-fő uh, ilyen kampánya. Erről egy Gabriele Kubi nevű hölgy írt egy nagyon komoly könyvet, meg lehet kapni a magyar uh, könyvesboltokba is, globális szexuális forradalom a neve, hogy hogyan csinálják ezt Nyugat-Európában, hogy tényleg rá akarják szoktatni őket a szexre. Tehát az, hogy a testük mutogatása a középpontba kerül, és hogy ez elnézi mindenki, azzal ennek a kampánynak válik cinkosává. Arról nem is szeretnék most beszélni, mert egyszerűen valamikor napirendre szeretném tűzni, de annyira undorodok tőle, hogy nem, 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 nem sikerül soha, hogy milyen mozgalom zajlik a pedofília, a pedofília legalizálásáért. És azt mondják most már mérvadó emberek, hogy 12 év fölött bele lehet egyezni, egy 12 éves gyerek beleegyezhet, és, és deklaráltan azért támogatják a pedofíliát, mert aki pedofília Hát most azt mondanánk, hogy áldozatává válik gyerekkorában, de ők most már azt mondják, hogy pedofil kapcsolatnak válik részesévé saját akaratból. Azt ők is azt mondják, hogy az már nem lesz család anya, család apa. Az már, az, már, az már, elmegy ebbe a, 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 maximum az élvezet, vagy a, vagy a szexuális zavarodottság. Tehát a, a, vagy az, hogy állandóan az élvezetet keresi, vagy az, hogy olyan mértékű zavarokkal fog küzdeni, ami miatt ez az egész dolog nem fog lényegessé válni az ő számára. Tehát valamikor egyszer, ha lesz rá gusztusom, akkor ezzel is fogok foglalkozni, de a testét mutogató, testére figyelmet felhívó gyerek az ennek ágyaz meg. Nem engedhetjük. Összefogás kell szülők, tanárok között, és az iskolai rendszer és az otthoni kultúra között. És ismét vissza kell állítani. Nem, én nem azt mondom, hogy most mindenki úgy járjon, mint egy apáca, de úgy, ahogyan ahogy járni, tudjuk, hogy miről beszélek, ugye? Lehet ízlésesen, normálisan, de az legyen egy követelmény. És aki kilóg ebből, az bizony, pellengérre kell valamilyen módon állítani. Nem engedhetjük meg, hogy egy rothattalma, 10, 20, 50 rothattalma elkezdje megrohasztani az egészet, és mindenkiben ugyanazt a vágyat keletkeztessük. Azt hiszem, hogy eléggé jól ö, körbejártam ezt a témát, és ezt az együttműködést és ezt a, ezt a felelősségvállalást sürgetem én ezzel a videóval ö, mindenki részéről, de ez rengeteg beszélgetést igényel. Nem elég megtiltani a gyerekek látják ezeket, össze vannak zavarodva. Az, hogy eljuttassuk odáig, onnan eljuttassuk, hogy egy sztár, a vagy anyaszült mesztelenő megy egy gálára, eljuttassuk őket odáig, hogy ez nem jó dolog, ott rengeteg-rengeteg beszélgetésre van szükség, rengeteg családi példára van szükség, rengeteg régi történetre van szükség, és el kell mondani, hogy az ember mindig ugyanolyan marad. És aki ebbe a testi irányba elmegy, az nem csak, hogy ki fog égni, hanem egészen biztosan a boldogtalanság irányába fog elmenni, amit nagyon-nagyon néha megfűszerez egy-két orgazmus. És az összes többi ideje viszont egy, egy, egy lelki nyomorúság lesz. Ezt nagyon jól tudjuk, ugye, ismerünk ilyen embereket. Tudjuk a hátterüket. Tehát nem tiltani. Tiltani is, de sokat-sokat beszélni, sokat-sokat át kell ezt a dolgot alakítani lassan szépen, szisztematikusan rendszeresen alakítani kell a gyermekeink boldogulása érdekében, hogy ők családképesek legyenek, hogy ők ne égjenek ki, hogy ők élvezzék a szexuális életet majd később, hogy tanuljanak meg bánni a méltóságukkal, a testüknek, a, 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 a testük által generált reakciókat le tudják kezelni nőként nagyon fontos lenne. Ugye? Hosszú-hosszú idő kell, millió dologról kéne beszélni. Most ez egy ilyen figyelemfelkeltő kiáltvány szeretett volna lenni, és nagyon szépen köszönöm, hogy, hogy meghallgattak és együtt voltunk ma is. Hajrá együtt!